Eddie Vedder ö, ö, világlátása nem mindig volt a kedvencem. Egy csomó olyan dologgal nem értettem egyet, ami ami, 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 nem a zenére irányult, hanem arra, hogy megváltoztassuk a világot, mert egy csomó olyan dolgot akart megváltoztatni, mint én nem. <laughs> és, akkor, és akkor mondom, hogy lesz ez így, Eddi? Tehát, hogy hogy leszünk így barátok, hogyha nem értünk egyet? És aztán az évek során volt, volt, volt is olyan év, hogy nem nagyon hallgattam Pearl pont emiatt már rohadtul zavartak a hülyeségei, és azt elejöttem, ezek nem is annyira nagyon hülyeségek. Tehát van az a nézőpont, amiből, amiből neki lehet igaza, és, és onnantól kezdve, hogy ezt el tudtam fogadni, egyébként általában is igaz ez, tehát életfilozófiám, hogy lehet igazad, tehát nem kell egyetértenünk, én el tudom fogadni, hogy te más gondolsz onnantól kezdve elkezdett működni a dolg, és mikor kijött az Earthling című ugye, új szólólemeze idén, akkor azt meghallgattam, és azt mondtam, hogy figyelj, Ringo Starr, Elton John, nem tudom még kicsoda de. szerepel rajta. Igazából ez az ember, ez a kategória lett. Szerintem ő maga se gondolta soha, és nagyon-nagyon jogos, hogy eljutott idáig, hogy a, hogy a, a popkultúra legnagyobb ikonjaival szerepelnek vendégként az ő albumán. Úgyhogy, úgyhogy nagyon megszerettem eddie Veddert, meg tudom őt érteni, el tudom fogadni a nézőpontjait, és nagyon-nagyon és szuper lenne, hogyha az az intellektus, ami neki van, az, 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 az a többi zenésznek is a sajátja lenne, és hogyha, és hogyha más is úgy tudná használni a színpadot, hogy Eddie használja. Hiszen, hogyha neki van lehetőség elmondani, hogy figyeljetek, szerintem ez, akkor tegye meg. Én biztos vagyok benne, hogy ezt jó szándékból tesz, és nem azért, hogy ártson.